A program kezdetén Bálega János, a Központi Ifjúsági Egyesület munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a program menetét. Őt követte köszöntőivel Szepesi Tibor polgármester, aki a fiatalokhoz szólva kiemelte, hogy a 2013-ban induló diák az elmúlt évek alatt felépített munkájának köszönhetően mára egy jól szervezetten működő egységként állja meg a helyét a város fiatalságának az életében. A továbbiakban a korábbi Dök elnök Szabó Kristina Éva ismertette az elmúlt egy év eredményeit, majd a Dök vezetés további tagjai is részletezték a saját területükön elvégzett munkájukat. Ezt követően Veréb Benita Bella, Dök koordinátor egy-egy oklevéllel köszönte meg a leköszönő tagok lelkiismeretes munkáját. Őket követte az öt jelölt bemutatkozása, majd az új diák önkormányzat megválasztása is. Az eredmény alapján a következő egy évben az elnöki teendőket újfent Szabó Krisztina Éva látja majd el, aki a Karcagi Nagykor Református Gimnázium tanulója.